Na hello mindenki, ilyen Krisz vagyok, és ez itt a Battlefield Bad Company Vietnam játszás. Csapjunk is bele, a lecsóba, engineerrel vagyok. A helikopter leszedésre szakosodtam, úgyhogy most ez lesz a fő cél. Be is szállunk a tankba. Helikopterekre fogok vadászni, mivel más nem tudok célozni se nagyon, úgyhogy pattanjunk be. Kollégát megvárjuk. Gyere te is, fiam. Jó, oké, menjünk. Nézzük, hol a helikopter. Nem tudom, hogy hogy állunk igazándiból, hogy verességre vagy nyarésre. De most kezdődött a map szintőzni. Jó királyság. Szóval akkor megyünk előre. Meg kell állni, mert közben a tank is. Hoppá, ott egy ember, akit telibe vertünk. Kérni. Halnak meg fel, azt kell, hogy mondja, ott a helikopter! És majdnem eltaláltam. Majd most, figyeljetek. Olyan légi parádét rendezek, hogy augusztus 20-a az megígyelheti, bazd. Gyerünk, találd már el, hát mi a fasz van. Jó, mindegy, leszették. Akkor mi vadászunk szépen. Jaj! Tank. Igen, az azt jelenti, hogy húzzunk a picsába. Nem tudom bejelölni. Új. Ott van a rohadék, elbújt a házikó mögött. Kérnék egy kis légitámogatást, koma. Most elkapjuk. Elkapjuk a rohadékot, figyeljetek. Bum, telibe. Oké, meg is van. Közben szarrá lövik a járművemet, de nem probléma, mert meg lehet javítani, ezért vagyok engineerrel. Csak ugye látni kéne, hogy honnan a picsából lőnek, mert amúgy konkrétan most nem látom, hogy mégis honnan jött a rakéta, majd utólag visszanézem. Na szépen szálljunk be. És jöjjön az a helikopter, jöjjön, aminek jönnie kell, hát le kell szednünk végül azt a szarházit. Túl sok kárt okozott már nekünk. Ott is jön. Na, gyerünk. Jó, meg kéne állnom mondjuk. Na, ott van. Most jó lesz. Az le is zuhan. Lezuhan. Ott egy amcsi köcsög. Egynek annyi. A másikat már nem sikerült. Nem sikerült. Most sikerült, meghalt. Hú. Nem semmi. Közben a tankica is lő. Tankica, kérlek, ne bánts. Ugyan nehéz így menni. Jaj, menjünk innen. A vízbe bebújjak, hát nem veszik észre. Gyorsan gyógyítsuk meg a tankot. Seggénél többet gyógyít amúgy, ha valaki még játszik ezzel a játékkal, de már erősen kéne, hogy bárkinek is meg lenne, vagy játszana vele. Innen szépen lekapjuk a tankot így. Ah! Hihetetlen, hogy a fába bele tud akadni a töltény. Így, né. Még egy pár lövés. Nem látom. Valami az útban, azt nem tudom kiszedni. Egy szarom is le. Menjünk szépen át, ott volt egy amcsi. Egy amcsi kati ott volt. Hú, de nehéz fordítva menni. Még előre is tök nehéz, de így meg még nehezebb. Helikopter meg már jöhetne, nem nagyon. Nem az erősségből helikopter vezetés. Nem úgy, mint nekem a tank. Igen, és telibe lőttem. Ott van a helikopter, figyeljetek. Még egy kicsit előrébb kell lőni. Na, most meg már mehet. Így. Ú, ránk jön a gyerek, ránk jön. Na, hát ezt nem hiszem el. Nem tudom elég magasra vinni az egeret. De még jó, csak gépágyúja van, azt hiszem. Ott a másik! Na, azt lekapott.
Régen mondtam, az meg is van. Jöhet a másik. Hoppá, telibe vertek. Most szépen kiszállunk. Hú, bazd meg! Hú, mi volt ez? Fölgyújtottak, ilyen se volt még. Gyújtásos halálom se. Nem semmi. Hát igen, a cigizzetek játék közben, mert ti is fölgyulladhattok. Tényleg, ne dohányozzatok soha, mert nagyon rossz az egészségre. És gyulladásos halált okozhat, ami akár eltartott 3 percig is. Úgyhogy tényleg ne. Tankot megvárjuk szépen, de amúgy RPG-vel is le tudunk szedni. Mennyi a pinge? A pinge egész jó. Várjuk meg a tankot, mert engineerrel igazándiból nem érdemes elindulni tank nélkül. Vagyis úgy, hogyha tudod használni a tankot, akkor úgy nem érdemes. Mert amúgy csak meghalsz. A gyógyítást azt senki nem fogja neked meghálálni, mert kurvára lelépnek. És az embereket nem érdekli az, hogy jaj, ott a tank, bazd meg, gyerünk! Király meg. Jajunk előre. Ott van a kis kínai, vagy amerikai, vagy mi az. Ó, telibe is lőttem egyből. Jó volt. Ott a tank. Oké, ennek annyi. Ennek befellegzett. És az oszlopot eltalálom, és nem sebzi. Na, csak meghal. Oda be kell lőni pár golyót. Ó, ezt is telibe vett. Na. Mi a szar? Ne viccelj már! Áh, közben megölnek. Júj, futás! Aha, lőnek is ezerrel. Beszállunk ide a kollega mellé. Jaj, ne, nincs hely. Nem baj, akkor az épület mögé ide. Szabadunk, amíg az a tank újra nem éled. Aha, ott a helikopter, figyeltek. Na ja, most elloptad a tankomat, te köcsön. Na mindegy. Várjuk meg szépen a helikopáteruszt. És szedjük le. Egy laza mozdulattal. Helikopterben amúgy nem érdemes beleülni, mert a tankok tényleg egy nagyon egyszerűen kiszedik. Én most nem vagyok formában, mert már nagyon rég nem játszottam ezzel a játékkal, de amúgy egy első, második lövésre így telibe lehet lőni. Na, jöjjön már a tank, mi van? Most elvitték, most mi van? Mindegy, akkor nekiállunk gyalog gyilkolásni. A dzsungelharcos Vietcong. Tong tong nyitin tango, wow! Valahogy így beszélnek. Nem tudom, hogy lehet így beszélni, de kurva jól hangzik amúgy. You noob fuck camper. Hú, nagyon mennek a sértegetések. Mindjárt én megsértem a helikoptert egy kis rakétával. Ott van a... Ú, de megdög lesz, azt a kurveget. Ezt tanítani kéne egy iskolába, bazd meg. Figyeljetek. Jön a helikopter. Fölszállnak szépen a helikopterrel. És meg úgy egyből le is szedem. Ha nem szállnak föl. Ah, igen, és mögém került az amerikai. A hipster amerikai, ahogy Hyde mondaná, azzal a hülye hipster szemüveggel. Elég menő. Na, ú, és itt is van a tank. Mehetünk is dzsalni. Előre. Két pontot elfoglaltak, ez nem valami jó. Ja, a hídon nem megyünk, megjegyeztem. Button, vagy mi ez, tön. Az se kell. Helikopter kell nekem, helikoptert adjatok ide. Le tudjam szedni. Ott egy tankica. Ujjjjj. Telibe lőttem. Igen. Vehicle damage. Mindjárt meg is van. Az én tankom amúgy sokkal többet sebez, mert be van téve az extra sebzés, amit az emberek általában nem szoktak használni. Inkább a pajzsokat, meg mindenféle ilyen hülyeséget szoktak berakni, meg is van a tank.
Most föl kell mennünk szépen a dombra, és az... Hoppá, ott is van egy amerikai. Kapta is. Jó, ilyenkor be kell állni a gépágyúba, amúgy az a legegyszerűbb, és azokat írtani, akiket látunk. Igen. Hú, bazd meg! Most futás, mert le fognak lőni. Be kell szállni a kis kocsiba, és el kell ütni az amerikaiakat. Ezeket a macskas amerikaiak... Jó, nem tudok beszélni, bocs. Túl gyorsan próbálkoztam az agyam, meg túl lassú ilyen dolgokhoz. Állj meg, szépen elkocsikázok itt. Oj, bazd meg, és helikopter. Hát végül is nem a helikopter szedett ki, hanem ez a buzeráns, már megint ez a rohadt buzi kemper, akinek 38 csillaga van. Vagy milyen, ez a szintlevel, vagy nem tudom. Tök mindegy, ott a helikopter, fú. Fú, de leszedem. Csak jöjjön ide, csak tolja ide a szárnyát. Vagy propellerét, vagy mi van ennek. Heli repülő. Na, lövök egy rakétát, ügyvéletlenszerűen, hát ha eltalál valakit. De hát nem valószínű. Ó, tank, tank, hol a tank? Na, beleragadtam a bambuszba, mi ez? Bambusz csapda, persze, mert majd az ellenfél ide be tud jönni. Jó, a tank nem nagyon akar jönni. Azért a térké... Ah, itt is van. Ott a tankica! Gyerünk. Beszállok a kocsiból gyorsan. Ó, és már lőnek! Mi a kutya szar? Óresre tanítalak, hogyha itt skonkempelsz, hülye gyere. Fel kell menni megint a dombra, hát most remélem több sikerrel járok, mint az előbb. És szerzek egy jó kis double killt, vagy valamilyen szarságot, csak az emberek mindig el tudnak bújni a dombok. Hopp, megöltem valakit! Kettőt! Nem semmi, így kell ezt csinálni. Ah, láttam volna valakit. Ah, ott is van. Gyerünk, gyerünk, megvan, megvan a rohadék. De nem ki tudok tolatni innen, elég szar egy hely. Jó, most szerintem vissza kell menni. Tankkal nem érdemes egyáltalán pontot foglalni, mert tudja, hogy szétszednek. Van TNT, akna, izé, ilyen földakna, vagy taposakna, vagy hogy hívják. És azzal a kettővel nagyon könnyen kinyílek, meg van ilyen Mortar Strike. Az is elég könnyű tankölő eszköz. Most valamit lőnek rám. Ott a heli. Mindjárt leszedem. Jaj, ne megint beszoptam ugyanazt. Ó, kurva élet. Egyek RPG-vel és rálövök egyet. Rá leszedték, jó helyen leszedték helyettem. Mondom, hogy könnyű, hát még ez az idióta is képes rá. Két pont van hátra az egész pályából. Hát addig valamit alkossunk. Nulla. Kikaptunk. Ennyi volt, az első pálya, találkozunk a következő. Na, addig sziasztok!